Sziasztok, ezt nézzétek, itt van egy emlékmű. És ráadásul nézzétek meg, ez a szekrény is ilyen nagyvasúti betonaljakból. Viszont ezen az úton jöttem, és ez egy Trianon emlékmű. És ráadásul több szoborral mindennel, na, megint föltámadt ez a szél. Amikor elkezdek videózni, rögtön föltámad a szél, csak hogy a szél zajbe kavarjon. És egyébként szép is meg. Trianon emlékmű, egyébként is hamarosan évfordulója lesz, még egy hónap. Mert június 1-én volt. És hát egy hónap is egy. Szóval nézzük meg ezt is. Hirtelen így lökésszerűen támad fel a szél. Persze mindig a legrosszabbkor. Még egy szobor csoport. Érdekes minden esetre. Most itt van egy másik út, szerintem ezen. Ezen fog tovább menni, mert ez jobb minőségűnek tűnik. Úgyhogy akkor ezen megyek tovább, aztán majd csak eljutok Pécelig. Azt tudom, hogy hát arra fele van, úgyhogy így megyek Szolonyi ránt, ameddig lehet, aztán majd ha nagyon eltérek, akkor ránézek a Google térképre. Ráérek végül is. Hát ott már mi van, de van kordolózom, van ott egy tábla, és ezt megnéz. Ezt értek, alátétlem ezek és sincse valok. Hát azért semmi, micsoda újrahasznosítás. Itt megvan egy felhívás, na nézzük csak. Na, mi van? Április 9-től visszavonásig lezárták, hát gratulálok. Horváth Tibor polgármester. Sok ész szorult belé, az már biztos. Most itt lezárni, tényleg itt vagyunk a puszta közepén. Hát itt szerintem egy lélek nem jár úgy egyébként. Meg hát most, szóval, naponta eljön ide kb. 3,5 turista, meg kb. Ennyire állt a forgalma. És amiatt lezárni, hát most itt simán, nem hogy másfél, 10 méter távolságot simán tudunk egymástól tartani. Amennyien itt vagyok, speciál most én egyedül. Magamtól meg olyan távolságot tartok, amennyit nem szégyellek. Van itt még egy emlékmű. Német Tibor. Ez mondjuk nem Trianon emlékmű, szóval de nem is tudom miért van itt. Egyébként is itt van megint a felhívás. Na. Csak ezt most közelebb megmutatom csak, mert ennek aztán végképp semmi értelme nincsen. Nézzétek csak, tehát itt is az van, hogy járványügyi helyzetre való tekintettel lezárnak egy zárvel egy tényleg itt egy külterületi részen lévő alig ismert emlékművet, ahová egyébként nem hiszem, hogy a hú de sokan járnának, mert most sincs itt senki. Tehát most ezért lezárni, mint sok értelme nincs, hát mondjuk jönnek, hogy egyszerre csak közül öten mehetnek be, és még akkor sem lenne itt nagy tumultus, vagy tartsanak másfél méter távolságot egymástól, hát, és az is simán kivitelezhető, hogy itt még 50 is el tudnak úgy lenni bent ezen a helyen, ennyi területen, hogy másfél méterre vannak egymástól. De hát lassan merül az aksim, úgyhogy még csak haza is kéne jönni, viszont ezen az úton fogok tovább menni, mert hát Toronyirán Pécelt elveszett, csak eljutok valahogy oda, aztán meg a vasutat megtalálom, aztán utána akár mehetek vonattal is Rákosig, vagy Kőbánya felsőig, vagy mehetek a sinek mellett is ott azon a földúton. Hát most egész jól megcsinálták az átépítést, amikor beszél, de ott vonultak fel a munkagépek, de ott egy ahhoz képest, mennyire gazdos földút volt ott, most egy teljesen jól járható, ahogy a vonatból néztem. Még korábban, mikor erre járt egy felújítás után. Na mindegy, menjünk. Sziasztok!